katonai parádéval ünnepelték Moszkvában a II. Világháború befejezésének 75. évfordulóját. A felsorakozott egységek szemléjét Szergej Sojgu, orosz védelmi miniszter tartotta meg. Ezután jelentést adott Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Vlagyimir Putyin ünnepi beszédében megemlékezett mindazokról, akik nem térhettek haza a háborúból. Uspomeni na sinove, kćeri, očeve, majke, dedove, muževe, žene, braću, sestre, drugove iz pluka, rodbinu i prijatelje. Tugujemo za veteranima koji su nas već napustili. Ezután egy perces néma csönddel emlékeztek az elesettekre. Az orosz elnök ünnepi beszéde után gratulált a jelenlevőknek a győzelem napja alkalmából, majd a győzelmi kiáltás után felcsendült az orosz himnusz. Hurra! A Vörös téren tartott felvonuláson több mint 14 000 katona vett részt. Emellett tankok, harckocsik és a legmodernebb hadászati eszközök is felvonultak. A légi bemutatón a harci helikopterek és vadászgépek is megmutatkoztak.